Így egyre távolabbi vágyálom lett számukra. A gazdasági problémák mellett újabb kihívások is elérték a fiatalokat. Ahány élethelyzet, annyiféle kérdés merül fel a jövő tervezés során. A vitairatban is számos terület gondjai jelennek meg. A budapesti és vidéki lét, a karriertervezés, a tehetséggondozás, a családalapítás, a nők helyzete, a sport, a szórakozás, a kultúra és az állampolgári aktivitás fejezetei ezekről szólnak. Üdvözlendő, hogy a vitairat célul tűzte ki, hogy a fiatalokat rádöbbentse arra, legyenek részesei a döntéseknek, hiszen ha ezt nem teszik, akkor azok nélkülük is megszületnek, azonban elvesznek az ő szempontjaik. A fiatalok számára mindannyian élhető Magyarországot kívánunk teremteni. Mindezt sikeresen csak az ő segítségükkel, közreműködésükkel, velük együtt gondolkodva tudjuk elérni. A vitairat eddigi szakaszai az új nemzedék igényeinek felméréseivel, problémáikat meghallgatva készültek. Kérdezem tehát államtitkár urat, az új nemzedék jövőjét program keretében milyen ifjúságpolitikai irányulónakat tervez a kormány? Köszönöm a szót. Válaszadás lehetősége 2 perces, Soltész Miklós államtitkár úr. Köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés. Magyarország egyik legnagyobb problémája a demográfiai kérdés. És a demográfiai kérdésben azt gondolom, hogy az Európai Uniós elnökségünk is bemutatta azt a legnagyobb megoldási javaslatot, miszerint ugyanúgy kell koncentrálnunk a családtámogatási rendszerre és a családalapítás összehangolására, a karriertervezéssel, a munkahely összehangolásával. Éppen ezért azt gondolom, és ez a vitairat, amit elindított Mihálovics Péter miniszteri biztos úr, illetve hát az ő vezetésével fut ez a program, bizony arra jó, hogy bevonja azokat a fiatalokat, akiknek a véleménye, a gondolkodása nyilván teljesen más, mint 5-10-15 évvel idősebb korosztályok, és egészen más, mint mondjuk egy minisztériumi gondolkodás. Tehát én ezért is köszönöm neki is, és munkatársainak, illetve mindazoknak, akik ebbe a programba részt vállaltak, illetve dolgoznak, és köszönöm mindazoknak, akik már visszaküldték a véleményüket. Illetve még azt szeretném önnek jelezni, hogy túl azon, hogy ez a 10 téma, amit ön felsorolt, 1200 kérdőívre adtak, illetve várunk még választ, illetve 6-7 településre még nyár folyamán ez a program személyes beszélgetésen keresztül is eljut. Én arra biztatom a fiatalokat is, és mindazokat a településen élőket, akikhez elmegy ez a program, hogy támogassák, adják oda a javaslataikat, adják át a javaslataikat, hiszen csak így tudjuk azt az ifjúságpolitikát becsatolni a családpolitikába, ami elengedhetetlen. És befejezésül, tisztelt képviselőtársam, karrier és család, munka és család összeegyeztetése nagyon fontos, ezért bíztatom önöket is, fiatal képviselőtársaimat, akiknek már a karrier lehetősége, a munka lehetősége megvan, hogy minél hamarabb alapítsanak családot és vállaljanak gyermeket. Köszönöm a figyelmüket. Viszont válasz lehetősége Ák Péter képviselőri, 1 percben. Köszönöm a szót, államtitkár úr, igyekszünk megfogadni a tanácsát, és ennek mentén eljárni saját életutunkban is. Az új nemzedék program a fiatalok hosszú távú élethelyzetével kapcsolatban fogalmazott meg felvetéseket, és hosszú távon kívánja megoldani ezeket a problémákat. Amíg ez ősszel kidolgozásra kerül, azonban addig is számos feladat áll előttünk, és így tennünk kell azért, hogy a fiataloknak lehetősége nyíljon programokat szerveznie, táborokba részt vennie, és a közéletben szerepet vállalnia. Ezért kérdezem az államtitkár urat, hogy tud-e megnyugtató választ adni azzal kapcsolatban, hogy az ifjúsági pályázaton keresztül ezeket a célokat meg tudjuk-e valósítani idén, tehát lesznek-e ifjúsági pályázatok a kormány és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium kiírásában. Köszönöm a szót. 1 perces válasz, viszont válasz. Köszönöm szépen, képviselő úr, megfogadta a tanácsomat. Sok sikert kívánok hozzá. A kérdésére pedig válaszolva, ezen a héten kerülnek föl, illetve már kerültek föl azok a családi és ifjúsági pályázatok, mely egész nyár, illetve az ősz folyamán segítik az ifjúsági szervezeteket, ifjúsággal foglalkozó civil, egyházi közösségeket, illetve családokat, hogy táboroztassanak és más ifjúsági programokat hajtsanak végre. Ennek nagyságrendje összességében 250 millió forint, ami egyébként a parlamentnek köszönhető, az országgyűlés szavazta meg még az ősz tél folyamán a költségvetésben. Mi
szempontként két dolgot mindenképp a kiírásnál fontosnak tartottunk. Az egyik, hogy bármilyen ifjúsági programban is megjelenjék a családok kérdése, bármelyikben megjelenjék a fogyatékos ügy kérdése, és ami pedig mindenképp sikerrel vezetheti a pályázókat akkor, hogyha Magyarország hátrányos helyzetű térségeiben valósítják meg a pályázataikat, ezzel pluszpontokat is kaphatnak. Köszönöm szépen a figyelmüket. Tisztelt Országgyűlés, Ipkovics György, az MSZP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek. Miért bünteti a kormány a Szombathely Körmend között élőket a gyorsforgalmi út koncepcióval is címmel? Miniszter úr, Fónagy János államtitkárat jelölte ki válaszadónak, elfogadja az államtitkári választ. Köszönöm szépen, akkor önné a szó, Ipkovics György képviselő úr. Köszönöm, elnök úr, a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés. Hazánk és a térség országainak uniós csatlakozása megszüntette az országok közötti vámhatárokat. Ennek hatására ismét életre kelt az ősi Borostyánkő út, és a forgalom megindult a Baltikum és az Adria között, miként történt ez 2000 éve is. A megnövekedett forgalom kezelése és a gazdasági hasznosítása érdekében az elmúlt 8 év kormányai számos intézkedést tettek. Megkezdődött az M86-os forgalmi út építésének előkészítése, tervezése, építése, néhány elkészült szakasz már használható. Az önök kormányzása ezt a fejlődést megállította. Szombathelyről északra a már folyamatban levő építkezés megállt, maga után hagyva a felüljárók roncsait, melyet a helyiek Szavária Stonehenge-nek neveztek el. Most Szombathelytől délre eső, körmendig terjedő szakasz kapott súlyos csapást. A 2027-ig terjedő, most elfogadott koncepció szerint ez az út nem fejleszthető. Ez a kormányintézkedés konzerválja azt az állapotot, amely napi több ezer kamion forgalmát jelenti az érintett falvak utcáin. Balogunyom községben van olyan ház, melyet a menetrendszerűen becsapódó kamionok már szinte lebontottak, jelenleg lakatlan. Miért kell ezt az állapotot tűrni a településeknek? Miért bünteti a kormány ezt a térséget a hosszú távú gyorsforgalmi útfejlesztési koncepcióval, vagy ahogy a mostani divatos forradalmi szóhasználattal érek, miért kapott kokit és sallert ez a térség? Várom megtisztelő válaszát. Fónagy János államtitkár úr, a válaszadás lehetősége 2 percben. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. A Vas megyében tervezett fejlesztések a megyét áthaladó útvonalakon 10 éven belül elterelik a legjelentősebb tranzitutak forgalmát a településekről. A program ütemezése szerint legkésőbb 2020-ra elkészül az M8-as gyorsforgalmi út Körmendtől Rába hídvégen keresztül Vasvárig tartó szakasza, megépül az M9-es autóút leginkább indokolt Táplán-Szentkereszt Rába hídvég és Vasvár-Zalaegerszeg szakasza is. Amennyiben az M9-es gyorsforgalmi út Vas megyei szakaszának előkészítése bármely okból késedelmet szenved, előtérbe kerülhet a 86-os számú főút Szombat-Körmend közötti szakaszának és elkerülő útjának kiépítése is, amely jelenleg feltételesen szerepel a programban. Tisztelt képviselő úr, kérem, hogy ítéletének megalkotásánál vegye figyelemben, hogy nem a kormány bizonytalan, hanem a 86-os számú főút Szombathely Körmend szakaszának kérdésében érdekellentét van Vas és Zala megye között. A hosszú távú programjavaslat szakmai területi egyeztetéseinek résztvevői részletesen megvitatták, hogy Zala megyének jobban megfelelő gyorsforgalmi úti beruházás, vagy a Vas megye szempontjából gyorsabb megoldást biztosító, elsőként a Szombathely Körmend kapcsolatot fejlesztő ütemezés kerüljön be a programba. Utóbbi megoldás Zala megye szempontjából hátrányos, mert az a korlátozott források miatt óhatatlanul későbbre tolja a 86-os számú főút kérdéses szakaszával párhuzamos M9-es megépítését. Előkészítettség között nincs különbség, a egyiknek sincs környezetvédelmi engedélye, és egyiket sem érinti a Natura 2000-es terület. Párhuzamosan bizonyosan fennáll, hiszen a tervétvezelmédelmi szakterület miatt valószínűtlen, hogy a Rába átterületének kétszeri kereszteződésére engedélyt kapjunk. Egy perces viszontválasz. Ipkovics György. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, én
üdvösnek tartanám bármelyek gyorsforgalmi út megépítését. Nekünk az az érdekünk, hogy ez épüljön. Csak azok a fránya kamionok nem veszik figyelembe ezt a vitát, hanem dübörögnek naponta olyan 3000 darabot keresztül a térségen. Valamikor, hogyha az ember beteges izgalomra vágyott, akkor orosz rulettet játszott, most pedig elég az, hogyha Körmendi Szombathely között közlekedik a 86-os úton. Ezért én arra kérem a tisztelt államtitkár urat, hogy a kamionok igényét is figyelembe véve, meg az előkészítettséget is figyelembe véve, gyors intézkedést tervezzenek ennek a kérdésnek a megoldására. Köszönöm. Egy perces, viszont válasz. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő, a probléma valós és ismert. Éppen ezért kérem, hogy támogassa a fejlesztési tárcának a két megyének előterjesztett kompromisszumos javaslatunkat, amelynek az lett volna a lényege, hogy a két fél egyezzen meg, hogy melyiknek a javaslatát tartják fontosabbnak. Ilyen hálózati megoldást, ilyen kompromisszumos megoldást a két megye azonban nem kötött. Így a kormányhatározatban az eredeti szakmai javaslat maradt azzal a különbséggel, hogy abban külön megjegyzés biztosítja az érintett 86-os számú főúti szakasz előkészítésének folytatását. Egyébként a tárgyalások óta említendő körülmény, hogy a 86-os főút közúti forgalmát az év végére a Gyesev vagyonkezelésébe kerülő vonalszakaszon reményeink szerint a kötött pályás közlekedés a közútról el tudja terelni. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, Hegedűs Lórántné és Lenhárt Balázs, a Jobbik képviselői azonnali kérdést kívánnak feltenni a miniszterelnöknek területfejlesztés vagy fenntartható fejlődés címmel. Képviselő asszonyt illeti meg a szó. Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt ház! Hadd kezdjem Petőfi szavaival. Ha a Föld Isten kalapja, hazánk a bokréta rajta. S valóban Magyarország oly rendkívül gazdagon megáldott termőfölddel és édesvízzel, hogy arra más népek csak irigyen vagy sóvárogva tekinthetnek. Ugyanakkor úgy tűnik, mintha a kormányzat országos és helyi politikája nem lenne tisztában ezen adottságunk egyedülálló és sajnos véges mi voltával, valamint a fenntarthatóság szakmai követelményeivel. Erre engednek következtetni bizonyos területfejlesztési folyamatok, illetve az ezek révén létrejövő ingatlan fejlesztések. Édesvízkészleteink közvetlen közelébe a legjobb termőhelyi adottságú földjeinkre telepedhetnek meg giga beruházások. Legjellemzőbbek ezek közül az ön által is jól ismert velencei tavi fejlesztések, Balaton környéke vagy Budapest agglomerációja. És meg kell jegyezzük, az ezekhez szükséges döntések meghozatalába a Fidesz vezette kormánytöbbség és képviselőtestületek sokszor kritikátlanul és elődeiket is megszégyenítő gyorsasággal sietnek kiszolgálni a külföldi befektetők érdekeit. Így, itt a házban például elutasítják törvényjavaslatunkat, amely gazdasági eszközökkel próbálta megvédeni termőterületeinket a földvédelmi járulék jelentős emelésével. Elutasítják a föld- és vízkincs alkotmányos védelmét. Ugyanakkor a kormánytöbbség elfogad egy szélsőségesen liberális szemléletű területrendezési törvényt. És mindeközben megjelenik az új önkormányzati koncepció, amely gyakorlatilag halálra ítél több száz magyar falut, és ezzel együtt évezredes örökségünket, egy valódi, organikus fejlődés révén létrejött településhálózatot. Tisztelt miniszterelnök úr! Mi a cél? A külföldi ingatlan spekulánsok? Az új országhódítók szolgalelkű támogatása? A magyar élettér drasztikus beszűkítése? Nem lehetne a területfejlesztési politikát nemzeti érdekek mentén, szakmai alapokon és a fenntarthatóság alapelvét tiszteletben tartva meghatározni? Köszönöm megtisztelő válaszát. 2 perces válaszadás lehetősége Orbán Viktor miniszterelnök úr. Tisztelt képviselőasszony, ami a kérdésében számra konkrétnak tűnő felvetését illeti, arra a következőket szeretném mondani önnek. A kormányzat, mint ahogy szerintem erről már több beterjesztett törvényjavaslat, sőt maga az új alaptörvény is tanúskodik, a falvakat és a falusi életmódot értéknek tekinti és védi. Sőt, hova tovább, nem csak a falvakat, hanem a tanyákat is annak tekinti, és a tanyasi életformát is ilyennek tekinti, ezért koncepciókat dolgoztunk ki mind a tanyák, mind a falvak megsegítésére. Ami a területfejlesztés és a fenntartható fejlődés szembeállítását illeti, ha jól értettem a kérdését, akkor azt tudom mondani, hogy szerintem az elmúlt 20 évben elég sok energiát vesztegettünk el amiatt, hogy rossz vitákat nyitottunk meg, és rossz ellentétpárokat állítottunk föl. Az én fölfogásom szerint a területfejlesztés semmilyen
ellentétben nincs a fönntartható fejlődéssel, mint hogy a versenyképesség sincs a szolidaritással, a költségvetési egyensúly sincs a növekedéssel, a város sincs a vidékkel, a szabadság sincs a renddel, és az újítás sincs ellentétben a hagyománnyal. Ezért jó kérdéseket kell föltenni, és fölfogásom szerint a jó kérdés nem az, hogy területfejlesztés vagy fenntartható fejlődés, hanem úgy tűnik, hogy inkább valami olyasmi lehetne a előremutató választ magában hordozó kérdés, hogy milyen területfejlesztésre van szükségünk annak érdekében, hogy fenntartható fejlődési pályán legyen Magyarország. Mi ezen dolgozunk, erre vonatkozó minden javaslatát nagy tisztelettel várjuk, és köszönjük. Egy perces viszont válasz, képviselőasszony. Tisztelt miniszterelnök úr! Az, hogy kérdésem konkrét alapon fekszik, az volt idő, amikor gondolom ön se tagadta, hiszen talán napra pontosan 10 évvel ezelőtt fogalmazott ön az osztrák vircsaptról, mint komoly problémáról. Az, hogy konkrét alapja van a kérdésemnek, azt több száz példával tudnám alátalmasztani. Ezeknek a példáknak azonban van 3 közös jellemzője, ezt engedje meg, hogy elmondjam önnek, hogy 1. Az önkormányzati képviselőtestületben a Fidesz-MSZP nagy koalíció támogatása valósulhattak meg ezek a beruházások. 2. Nagyon sokszor sajnos a vonatkozó törvények lábbal tiltásával jöttek létre, illetve hogy összességében 95%-ában izraeli érdekeltségű ingatlan befektetőkről van szó. Ezen tényeket és adatokat, felméréseket tagadni nem lehet. Ezen tényeket, adatokat és felméréseket tartalmazó szakmai tanulmányunkat a közeljövőben le fogjuk tenni, nyilvánosságra hozzuk, és természetesen a tisztelt miniszterelnök úrnak is biztosítunk belőle példányt. Köszönöm szépen. Egy perces viszont válasz, miniszterelnök úr rendelkezésre áll. Az első dolog, amit szeretnék önnek elmondani, az az, hogy a kormány minden beruházást támogat, amely a nemzetgazdaság és azon keresztül az emberek érdekét szolgálja. Önmagában olyan beruházás, amely értékes volna, és közben nem jó az embereknek, nincs. Tehát a mi fölfogásunk szerint támogatni kell a beruházásokat, magyar és külföldi beruházásokat egyaránt támogatni kell, föltéve, hogyha az egyébként szolgálja az itt élő emberek érdekét. Mi ezt próbáljuk tenni. A helyi testületek által meghozott döntésekről pedig a kormány nevében nem tudok nyilatkozni. Nem csak azért, mert nem rendelkezem ilyen típusú információkkal, ez egy politikus nem föltétlenül szokott megakadályozni abban, hogy beszéljen róluk, hanem inkább arról van szó, hogy nem volna helyes, hogyha a miniszterelnök, illetve a kormány vezetője olyan helyi ügyekben nyilatkozna, amelyek kizárólagosan a helyi képviselőtestületek hatáskörébe tartoznak. Amennyiben úgy látja, hogy a helyi képviselőtestületek döntése korrekcióra szorul, akkor arra léteznek politikai és jogi eljárási lehetőségek. Kérem önt, hogy éljen ezekkel. Köszönöm megtisztelő figyelmét. Tisztelt Országgyűlés, Kaufer Virág, az LMP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek. Lesz-e kínai logisztikai központ Tökörön címmel? Miniszter úr, fónagy államtitkárral tiltja ki válaszadónak, elfogadja-e a személyét? Igen, akkor önné a szó 2 percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, kormányrendeletek értelmében az illetékes hatóságoknak 2011. június 30-ig döntést kellett hozniuk a nem nyilvános fel- és leszállóhelyek átminősítéséről. Ez vonatkozik a jelenleg nem nyilvános fel- és leszállóhelyként használt tököli volt katonai repülőtérre is. Jó magam és Jávor képviselőtársam kérdeztük már ön tavaly a tököli reptér ügyében. A Demján csoporthoz tartozó tököli reptér ügye és jövőbeni sorsa az évek óta nyitva áll és aggodalommal tölti el a környéken lakókat. A lehetséges tervek között szerepel ugyanis egy fapados légikikötő vagy egy teherszállító gépeket is fogadni képes logisztikai központ. A létesítmény körbe van építve ingatlanokkal, a legközelebbi halásztelkiház 500 méterre, Szigethalom 700 méterre van, az érdi házak tetejét pedig szinte súrolják a fel- és leszálló gépek. Mi már decemberi interpellációnk során szerettük volna egy egyértelmű állásfoglalást arról, hogy ennek a sűrűn lakott helyen elterülő létesítménynek a repülőtéri fejlesztése milyen formában nem képzelhető el a kormány tervei szerint. Erre sajnos egyértelmű választ nem kaptunk, de biztató, hogy Orbán miniszterelnök úr 2010. szeptember 29-én a Vas népének adott nyilatkozatában erre a kérdésre ezt a választ adta. Adódik a kérdés, vajon tényleg szükség van-e ennyi reptérre? Az igazi kérdés azonban az, hogy az ott élő embereknek kellenek-e ezek a repterek. Június végi sajtóhírek szerint a kínai HNA Group és a Demján csoport aláírt stratégiai megállapodása új távlatokat nyújt az egyre erősödő magyar-kínai kétoldalú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokban. Demjánék szerint az együttműködés lehetővé teszi, hogy Magyarország a kínai gazdasági, kereskedelmi, idegenforgalmi kapcsolatok európai kapujává váljon.
A Demján csoporttal karolt felek nagyszabású fejlesztéseket terveznek, többek között a logisztika, a reptérfejlesztés, a légiközlekedés terén is. Azt is lehet tudni sajtóforrásokból, hogy hazánk pályázik a távol-keleti szuperhatalom közép-európai logisztikai bázisának helyszínéért, de egyelőre még nincs megállapodás. Kérdésem tehát az volna államtitkár úrhoz, hogy a Kínával két hete kötött megállapodások érinthetik-e a tököli volt katonai reptér fejlesztését, és a kormány lehetséges tervei között szerepel-e ez a helyszín a kínaiaknak ajánlott közép-európai logisztikai bázis lehetséges helyszíneként. Köszönöm. Fó nagy államtitkár úr, a válaszadó 2 percben. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony. A kínai és a magyar kormány közötti tárgyalások és annak eredményeként létrejött 12 megállapodás nyilvános, megismerhető a minisztérium honlapján, így annak tartalmát ön is ismeri, vagy ismerheti. Egyébként kérdésére válaszolva szeretném a ház nyilvánosság előtt mondani, hogy a tárgyalások során konkrétan Tökölön logisztikai központ vagy repülőtér létesítése nem szerepelt a magyar-kínai tárgyalások témái között. Ugyanakkor a kétoldalú kapcsolatok kiépítése az során Magyarország törekedett és törekszik arra, hogy a Nyugat-Európába exportáló kínai cégeknek Magyarország egy logisztikai bázisa legyen, és ezért bízunk benne, és minden lehetséges lépést megteszünk, hogy az áruforgalom jelentős módon növekedjen, lendüljön fel ez a forgalom, amely reményeink szerint szükségessé teszi egy vagy több logisztikai központ létesítését Magyarországon. Az érdekelt felek, elsősorban magánfelek ezt tekintetben tárgyalnak. Ennek tárgyalások eredményeként Magyarországon munkahelyek fognak létrejönni, és úgy meggyőződésem, hogy a Magyarországnak, és így természetesen a magyar kormánynak egyetlen egy alapvető érdeke van, Magyarországon minél több értékteremtő munkahely jöjjön létre. 1 perces viszont válasz. Képviselőasszony Kaufer Virág. Köszönöm szépen a választ, államtitkár úr. Ha jól értem önt, akkor ezek szerint Tökölön nem lesz nemzetközi logisztikai központ. Remélem, hogy ez így is lesz a jövőben is. Már csak azért is, mert az ott lakó emberek többször is petíciót nyújtottak be, és tiltakozásokat szerveztek a reptér fejlesztésével kapcsolatosan, pont az általam elmondott problémák miatt az életminőségük súlyos romlása, elkerülése véget. Legutóbb május 8-án fordultak Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz, hogy megerősítsék ezt a 2008-2009-ben beadott petíciót. 6280 ember írta alá, és több helyi civil szervezet. Sajnos még miniszterelnök úrtól nem kaptak erre vonatkozólag személyesen választ, közvetlen választ, de bízunk abban, hogy a Vasnépének tett nyilatkozata és egy fideszes képviselő Szentkirály szabadjai reptérfejlesztését illetően született döntése, az segíteni fogja az ottaniakat, és tényleg fontos lesz, és a legfontosabb szempont az lesz, hogy az ott élő lakosság akar-e ilyen repteret. Köszönöm. Viszont válasz Fó Nagy János államtitkár úr, 1 percben. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőasszony, csak az adminisztráció rendberakása érdekében emlékezetem szerint a mi tárcánk válaszolt miniszterelnök úr nevében az ön kérdésére, tehát a válasz megszületett. A másik, hogy kérem, hogy azért egy nyílt forgalmú kargó repülőtér egy korlátozott forgalmú kis gépek fogadására alkalmas repülőtér és a logisztikai bázisok közötti fogalmi elhatárolásokat éppen a jövő tárgyalása érdekében azokat tisztán különböztessük meg egymással. Meggyőződésem egyébként, hogy a Csepelen élőknek az életkörülményeit messze menően figyelembe kell venni, ugyanakkor számukra a munka lehetőségét is biztosítani kell. Ezt a két érdeket kell az emberek mindennapjainak elviselhetősége mellett figyelembe venni. Köszönöm a figyelmet. Tisztelt Országgyűlés, Varga László, az MSZP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás Miniszternek. Érdekli-e a kormányt a választók véleménye címmel? Képviselőt kérdezem, hogy Soltész Miklós államtitkárat elfogadja válaszadónak. Elfogadja, akkor önné a szó 2 percben. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Egy hete, hétfőn kihirdette a
szociális konzultáció eredményét, miniszterelnök úr. Egyfajta diadal jelentés volt ez. Egy két hónapos folyamat után, amelyről rögtön kiderült, hogy ez egy törvénysértő folyamat, hiszen az adatvédelmi ombudsman már rögtön az elején elmondta róla, hogy hát ugye nem a jogszabályok betartásával sikerült ezt elindítani, mondjuk meg is szüntetik az ő posztját ezek után. Kiderült az is, hogy a választóknak csak mintegy 1/8 vett részt ebben a konzultációban, pedig ingyen volt lehetőségük visszaküldeni ezeket a leveleket. Megjegyezném, hogy ez már csak töredéke annak a szavazó polgárnak, amely 2010-ben a kormánykoalícióra adta le a voksát. Még egy dolgot tudtunk, hogy hát 800 millió forintba került egyébként az államnak ez a konzultáció, és hát a kérdésfeltevés, ez az egyesek, mások típusú kérdésfeltevés pedig hát minimum egy picit irányítottnak mondható. Az intézményes formáit a társadalmi párbeszédnek önök éppen felszámolják, miközben ezt a formát pedig használják. Ugye megszüntették az OJT-et egy másik javaslatukkal. Úgyhogy összességében adott a kérdés, hogy miért nem olyan típusú kérdéseket tettek fel a választóknak ezek helyett, az A-kérdések helyett, mint például, miért nem kérdezték meg a kiskeresetűeket, hogy akarnak-e több ezer forinttal kevesebbet keresni az önök adórendszere szerint. A leghátrányosabb helyzetű kistérségben élőket miért nem kérdezték meg, hogy úgy gondolják-e, hogy kevesebb forrás kell, hogy kapjon az ő közvetlen környezetük? Vagy miért nem kérdezték meg a államosított magánnyugdíjpénztári vagyon korábbi birtokosait, hogy úgy gondolják-e ők, hogy önök folyókiadásra is költhetik a korábban megtakarított összegeket? Miért nem kérdezték meg az embereket arról például, hogy a családi adókedvezményt érdemben csak a gazdagok vehessék-e igénybe? És hát végülis miért nem kérdezték meg már az embereket, hogy a kérdéseket tettek föl, hogy a Szél Kálmán térnek hívott Orbán csomag megszorításaival egyetértenek-e? Köszönöm szépen! Soltész Miklós államtitkár úr, a válaszadás 2 percben. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni, úgy, hogy nehogy választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük. Tisztelt képviselő úr, ön ott volt ez alatt a beszéd alatt, hallotta, hogy azon agyon titkoltak mindent. Majd néhány hónap múlva ön, ha jól emlékszem, egy Che Guevara pólóban veregette Gyurcsány Ferencnek a vállát, hogy milyen jól csinálja és milyen jól titkol el mindent az ország elől. Éppen ezért én nem csodálom, tisztelt képviselő úr, hogy amíg az álvita az MSZP-n belül még most is arról folyik, hogy ki szivárogtatta ki az összedi beszédet, és nem arról folyik, hogy hogy verték át az országot, hogy csapták be a választókat és az embereket, akkor addig önöknek érthető módon fáj az, hogy mi egy teljesen más új konzultációt kezdtünk el az országban, egy olyan konzultációt, ami önöknek eszükbe sem jutott. Önöknek az fáj, hogy egy szociális konzultáció keretében több mint 1,1 millió ember válaszol, és gondolja komolyan, hogy igenis érdemes odafigyelni az őket megkérdezőkre, és érdemes odafigyelni azokra a kérdésekre, amelyeket föltettünk nekik, és ezúton is szeretném megköszönni nekik, hogy ennyien válaszoltak, ilyen mértékben komolyan vették, és ilyen mértékben bebizonyították azt, hogy a demokráciára szükség van. És tisztelt képviselő úr, befejezésképpen még azt hagy válaszoljam önnek, hogy biztos, hogy nem fogunk folytatni egy olyan mutizós konzultációs sorozatot, amin önök csináltak, miszerint minden választási hadjárat előtt szövetséget kötöttek a hagyományos szakszervezetekkel, minden választási hadjárat előtt önök kiálltak velük, majd utána 4 évig szóba sem álltak velük. Kérdezze meg édesapját, szerintem jó választ tud erre adni. Köszönöm figyelmet. 1 perces viszontválasz, Varga László képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Mondjuk a családi dolgokat ide kell venni kicsit rangon alul, úgyhogy erre azt hiszem nem válaszolnék. A mutizásról meg harangozó képviselőtársam már kérdezett egy-két dolgot, csak választ nem kapott rá a miniszterelnök úrtól. Úgyhogy azt mondom, hogy értem én a válaszát, önök elengedték a leghátrányosabb helyzetű térségekben élő legszegényebb emberek kezét, de egyébként már igazából a középosztályét is. Nem kívánt erre válaszolni. Mondok önnek egy példát a hétvégéről. Göncön egy kisvárosban, Abaújban választás volt a hétvégén, és a Fidesz jelöltje 3. volt a polgármester választáson 26%-kal. Ez egy konzervatív térség, mindig ilyen jelölteket választottak meg, úgyhogy én ezen elgondolkodnék. 37%-ra nőtt a létminimum alatt élők száma ebben az országban. Ez bőven 30
30% alatt volt a mi kormányzásunk alatt. Én azt hiszem, hogy ezeket a dolgokat az önök társadalom és gazdaságpolitikája okozta. Azt javasoltam, hogy tegyenek fel olyan kérdéseket az embereknek, hogy el tudják erről mondani a véleményüket. Elmondom önnek, el fogják mondani legkésőbb 2014-ben, akármilyen választójogi rendszert csinálnak. Köszönöm szépen. Soltész Miklós államtitkár úr, viszont válasz egy percben. Köszönöm szépen, és tényleg nagyon jól esik nekem is személy szerint, de gondolom az összes képviselőtársamnak, hogy ennyire aggódik a Fidesz-KDNP pártszövetség sorsáért. Nagyon örülök annak, hogy egyébként azt gondolja és lebecsüli, vagy bocsánat, ennek kevésbé örülök, hogy lebecsüli 1,1 millió embernek a válaszadását, és lebecsüli azokat az észrevételeket, amelyeket nem egy, még egyszer hangsúlyozom, hagyományos szakszervezeti mutyi közepette született, nem néhány tucat